Újabb 20 nemzetközi segélyekkel megrakott kamiont engedtek be a gázai övezetbe. Legalább 200 teherautó azonban még a rafai határát kelő egyiptomi oldalára rostokol, mivel az izraeli hatóságok minden zegzugot átvilágítanak fegyverek után kutatva. Tel Aviv attól tart, hogy a szállítmányok is csak a Hamász helyzetét javítják. Ma csak egy nagyon kicsi és egyszerű csomag érkezett, egy-két teherautó alapvető orvosi felszerelésekkel. Még nem tudjuk, hogy pontosan mik ezek és hogy milyen minőségűek. Folyamatosan együttműködünk az ENSZ palesztin menekülteket segítő ügynökségével, ők osztják szét a segélyeket. Tudatta a gázai egészségügyi miniszter, aki szerint ez a szállítmány percekre elég. A konfliktus előtt naponta több száz élelemmel, vízzel és gyógyszerrel megrakott kamion érkezett a gázai övezetbe. A régió csak így tudott működni, mára azonban mindenből hiány lett.